Újabb baleset történt a Szelestei László utca és a Nárdasdy Ferenc utca kereszteződésében Szombathelyen. Nem, nem ez az, mert ez még tegnap történt, és szerencsére senki sem sérült meg. Ez a mai. Az ütközéseket ezúttal is a Sarki Mikroshop elektronikai alkatrész a üzlet vevőteret figyelő kamerája örökítette meg az üzlet ablakán keresztül, ahogyan több korábbi balesetet is. A Nárdasdy Ferenc utcában haladó Renault vezetője az I elsőbségadás kötelező tábla ellenére hajtott be a kereszteződésbe, és ütközött a vasútállomás felől a belváros irányába tartó, szabályosan közlekedő Toyotával. A balesetet okozó asszonytól megtudtuk, hogy navigációs rendszer alapján közlekedett, és nem vette észre a táblát. A balesetben a vétlen sofőr és utasa megsérült, őket a mentők a Markusovszky kórházba szállították. A helyszíni szemlés a műszaki mentés ideje alatt a rendőrség lezárta a Szelestei László utca érintett szakaszát, a forgalmat elterelték. Időnként torlódás alakult ki. Egy pillanatra térjünk vissza az előző napi balesethez, ahol a kamera felvétel alapján a vétlen sofőr beletapos a fékbe az ütközés előtt, ami jó reflexekre utal, annak ellenére, hogy a szemtanúk elmondása alapján egy idős férfi vezette az autót. A felek nem hívtak rendőrt, az okozó elismerte a felelősségét a balesetért, majd kitöltötték a kék-sárga baleseti bejelentőt.